Az év elején azt a célt fogalmaztuk meg önmagunk számára többek között, hogy szerettük volna bővíteni az árbevételünket kb. 6%-kal. Ezt a célt irányozta elő erre az évre a Gyulahús Kft., mondta három témában Daka Zsolt ügyvezető, és az előállított termékek mennyiségére is ugyanekkora növekedést terveztek 2017-re. A november végi számadatokból az derül ki, hogy a tervet nem csak elérni sikerült, hanem 3%-kal meghaladni is, hiszen 9%-os bővülést ért el a cég. Ez azt jelenti, hogy közel 5,3 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhetett el a társaság, ami 450 millió forinttal magasabb, mint a tavalyi év hasonló időszakának bevétele. A bővülésünk jelentős részét a belföldi értékesítésünk bővülése adta. A belföldi piacon nagyjából olyan közel 410 millió forintos bővülést értünk el, ami egy 10%-os növekedést jelent. Az export piacainkon is elmondható az, hogy egy eredményes időszakot zárunk, vagy tudhatunk magunk mögött. Itt is jelentős bővülést látunk. Az export piacok esetében egy ilyen közel 40 millió forintos árbevétel növekedésünk van. Ez kb. 5%-os bővülést jelent a tavalyi évhez képest. A cég az első 11 hónapban több mint 4200 tonna terméket értékesített, ami a belföldi piacokon 9, míg a külföldi értékesítésben 11%-os növekedést jelent. Az alapanyagárak emelkedését is figyelembe véve a cég vezetése idén közel 200 millió forintos adózás előtti eredménnyel kalkulál. A műsorban szó volt még a cégnél megvalósult eszközfejlesztésekről, az ezévi díjakról és a 2018-as árbevételi tervekről is.